Üdvözlöm Önöket! Ikonikus házasságok, amelyek nem csak az egyénekre, de egy nemzet sorsára is hatással voltak. Viharos szerelmek, melyek romantikus regényeket ihlettek. A mai M5 históriában néhány házaspár életét ismerhetik meg a történelmünkből. És utána járunk azoknak az esküvői szokásoknak, amiket máig őriz a magyar néphagyomány. Egy művészházaspár, amelynek otthona a kulturális élet szellemi központja volt. Jókai Mór regényes házasságát mutatja be Bak Nikolett. Hány napig tartott régen a lakodalom, és miért viselt a mennyasszony fekete ruhát? Hamar Donát utána járt, hogyan változtak az esküvői szokások az elmúlt évszázadban? Székely Blanka bemutatja az erdélyi párválasztási szokásokat. Egy királyi házasság, amely a monarchia végnapjait is meghatározta. Kassai Kata, IV. Károly és Zita példaértékű összetartását idézi fel. Jókai Mór és Laborfalvi Róza szerelme sok romantikus regény ihletője lett. Bár a márciusi ifjú és a nála idősebb színésznő kapcsolatát eleinte sokan ellenezték, a házasság mégis segítette Jókai írói munkáját is. 1848. március 15-én a Nemzeti Színházban a Bánkbán díszelőadását tartották. A Gertrudist alakító Laborfalvi Róza azonnal elbűvölte a márciusi ifjak egyikét. Jókai Mór még abban az évben oltár elé vezette a nála 8 évvel idősebb színésznőt. A forradalom viharában kötetett házasságból sírig tartó szerelem lett. Maga a jelenet megtörtént, tehát valóban március 15-én az előadás közben megérkezett Jókai, ugye forradalmi hevülettel, és akkor fölment a színpadra. Laborfalvi Róza Gertrúd jelmezében tűzte ki a kokárdát Jókai Mór mellkasára. Nagyon forradalmi hangulatban volt a közönség, nehéz volt ott elkezdeni bármit is előadást. Ott ismerkedtek meg. Persze az nagy kérdés, hogy abban a pillanatban lobbantak-e szerelme vagy sem. Én úgy tudom, sőt biztos, hogy korábban is ismerték már egymást, sőt, hát ugye Jókai Mór kritikusként, színházi kritikusként írt is Laborfalvi Rózáról, de hát nyilvánvalóan az utókor ezt egy kicsit kiszínezte, de mindenképpen két művészember különleges kapcsolatáról beszélünk. Azt tudjuk, hogy Laborfalvi Rózának volt egy kislánya, egy 12 éves kislánya, és azt is tudjuk, hogy Jókai Mórnál 8 éve volt idősebb. Bizony, hát ezek a dolgok voltak az okai, a látható okai, az ellenszemnek, meg az ellenérzésnek, ami ezt a kapcsolatot körülfogta. Az ezt ne felejtsük el, sokszor nem gondolunk bele abba, hogy Jókai Mór 23 esztendős volt a pesti forradalom kitörésekor, 23 évesen csöppent bele ebbe a világtörténelmi jelentősű eseménybe, és akkor jött a nagy szerelem is. Petőfi is igen komolyan ellenezte ezt a házasságkötést, aki nagyon jó barátja volt Jókainak, de a forradalmi napokban már sikerült nekik is összeveszniük. Éppen Petőfinek Vörös Martiról írt kritikus verse kapcsán. Valójában Petőfi Sándor és Jókai Mór között ekkor már sokkal nagyobb feszültség volt, és nem emiatt, hanem teljesen másképp ítélték meg a forradalom lehetséges kimenetelét. Hát azt tudjuk, hogy Petőfi Sándor forradalmi hevülete az mindent elsöprő volt. Jókai Mór ezzel szemben viszont egy visszafogottabb, mérsékeltebb alkat volt, ezt majd később is láthatjuk az élete folyamán. Ez nyilvánvalóan a fiatal szerelmes párt nem tudta megingatni, és Jókai egy következetes férfiként ragaszkodott a házassághoz, amiben aztán szinte egy életet leéltek. Ők ugye 48. augusztus végén megházasodtak Laborfalvi Rózával, és azt is tudni lehet, hogy Rákos keresztúron volt az esküvőjük, és Pécelen volt a nászútjuk, tehát arra is volt egy rövid idejük. Hogy indult a házasságuk így a szabadságharc ideje alatt? Jól tudom, akkor kezdetben Laborfalvi Róza volt az, aki az ismertebb volt, és ő támogatta a férje pályájának az indulását. Pontosan így van, ahogy mondod, mert ő már akkor egy elismert színésznő volt, gyakorlatilag a Nemzeti Színházban a legnagyobb szerepeket játszotta. Hát a szabadságharc bukása után mindez abszolút megváltozott, hiszen a magyar kulturális élet is épp úgy egy ilyen, hát egy tetsz halálba
szenderült. Laborfavő Róza már hát idősebb lett, és már kevesebb lehetőséget is kapott színpadon, sőt, ő maga volt az, aki visszavonulót fújt. Akkor Jókai volt az, aki őt támogatta, és hát akkor már Jókai honoráriumából élt a család. Laborfalvi Róza ekkor már nem, tudtommal nem lépett színpadra, tehát őneki befejeződött a színésznői pályája, viszont kitűnő háziasszony volt, és mindenben segítője, támogatója Jókainak, amikor már az írói jövedelmei megengedték Jókainak. Svábhegyen vett egy szőlőt, egy kis nyári házat, és aztán később, amikor már tényleg fölívelt a pályája, akkor Balatonfüreden is. Jókai egy balatoni gőzös úton fedezte fel magának Balatonfüredet. És egy nagyon szép villát építetett Jókai, ahol egész tavasztól őszig szinte rálátva a Balatonra tudott írni, dolgozni, akkor már világirodalmi ismertségre tehetett szert, és valóban Jókai még az Egyesült Államokban is megért műveivel kiadásokat, és azt lehet mondani, hogy világirodalmi szinten is elismert volt. Ünnepelt színésznőként Laborfalvi Róza nem volt épp egy könnyű természetű feleség. Mikszáth Kálmán így írt házasságukról. Jókainak és az irodalomnak szüksége volt Laborfalvi Rózára. Ez az asszony ébren tartotta hiúságát, acélozta munkakedvét, nem engedte se elcsüggedni, se elbizakodni. Zsarnoka volt, aki uralkodott felette, és jó szelleme a kipiedesztált építgetett alája. Igaz ez az idézet, tényleg ilyen természet volt, Róza? Az ő kapcsolatuk, az ő szerelmük egy kicsit az utókor igazságtalan velük szemben, én úgy érzem. Ugye Mikszáth is élénk fantáziával volt megállva, és egy kicsit már ő is színezte ezt a képet. Ez egy nagyon-nagyon komoly darc és vészszövetség volt a kettőjük részéről. Hát azt tudjuk, hogy a levert forradalom után Laborfalvi Róza az ő kapcsolatrendszerével segített abba, hogy Jókai ne kerüljön se börtönbe, és folytathassa írói munkásságát, és hát mindenben támogatta. Tehát az valós, hogy minden lehetőséget megadott, hogy Jókai nyugodt körülmények között dolgozhasson. Később már úgy feltítették, hogy nem engedte ki a szobából, amíg nem írta meg a megfelelő mennyiségű oldalszámot. Ez megint szerintem egy költői túlzás. Biztos, hogy egy erős akaratú temperamentumos asszony volt Laborfalvi Róza. Azt viszont lehet tudni, hogy Jókai Mór egy nagyon alkalmazkodó, jókedélyű, alkalmazkodó ember volt, aki azért a maga erővonalait komolyan vette és megtartotta. Tehát nem Laborfalvi Rózán múlt, hogy ilyen hatalmas életművet hozott létre. Igazi díva volt, és hozzáveszem még azt, hogy Jókai Mór pedig egy művész volt, egy író ember, aki szintén nagy hangulatváltozásokat tudott produkálni az életében. Nagy társaság életet éltek, a kor neves művészei vendégeskedtek náluk, és hát remek házigazdáknak bizonyultak, és ez is mutatja, hogy egy olyan családban, ahol állandó feszültség uralkodik, nyilvánvalóan nem jön ennyi vendég, és hát Jókaiéknál tényleg egymásnak adták a kilincset a neves művészek. A vendégek az ország legfontosabb emberei voltak, Deák Ferenctől kezdve, szóval politikai élet és a szellemi élet, művészvilág jelesei, és Blaha Lujzával együtt a színháztól sem a színházi élet hátországát jelentették, szellemi centrumot tudott működtetni ez a két ember. Jókai mindig is a reggeli órákban dolgozott, 6 órától 10-ig állítólag. Egy koránkelő típus volt, annak ellenére, hogy gondolom az esti beszélgetések elhúzódtak, de ennek ellenére ő hajnalban munkához látott. Balatonfüred önmagában, a balatonfüredi friss levegő is jótékony hatással volt rá, ugye sokszor küszködött köhögési rohamokkal, és itt ott mindig megnyugodott kicsit a szervezete, és ő maga is, hát ugye Jókainak a balatonfüredi korszaka, az egy nagyon termékeny korszak volt, rengeteg írása született azon a csodálatos helyszínen. Nagyon szép házasságokról szólnak a regények. Gyönyörű szerelmi történeteket tudott írni. Látszott benne, hogy hisz a
az emberi szeretet hatalmába, a szerelem hatalmába. És ezt Mikszát is kihangsúlyozta, hogy Jókainak laborfalú volt a múzsája, elképesztő reneszánsz ember. Szerintem mi most sem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen jelentőségű írónak számít. Én Victor Hugohoz és Dickenshez tudom hasonlítani. Ő egyszerre volt realista és romantikus alkot. Őnek is volt egy olyan vénája, mint Verne Gyulának, hogy a tudományos felfedezésekben a jövőt meglátta, észrevette. Nekem nagyon tetszik benne az, hogy az írás mellett rengeteg minden hobbija volt és szenvedélye. Hát ugye a Balatonfüred villájukban külföldről hozott a rózsatöveket, mellette festett, szobrászkodott. Tehát ez egy hosszú, nagyívű pálya, amit ő befutott, amelynek ugye része volt Laborfalvi Róza. Felesége halála után hatalmas űr keletkezett Jókai Mór életében, amin a család próbált enyhíteni. Ebben a Bajza utcai villában élt nevelt lányával és vejével, Feszti Árpáddal. Itt élte meg írói pályafutásának 50. jubileumát. Vendégem Horváth Attila, jogtörténész. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Hát Jókai és Laborfalvi Róza házasságáról beszélünk. Miért keltett az elején olyan nagy felháborodást a magyar közvéleményben? Hát több dolog miatt is. Egyrészt akkoriban a házasságon kívül született gyermeket törvénytelen gyermeknek minősítették, és hát a jog szerint is semmilyen kötelezettsége nem volt a szülőnek, még tartási kötelezettsége sem. Ennyire társadalmi közmegvetésnek volt a része sajnálatos módon az ilyen kapcsolat, illetve az ilyen gyermeknek a megszülése, sőt, nem sokkal vagyunk túl azon, hogy ez még büntetendő cselekménynek is számított, tehát még egy pár évtizeddel korábban még ezért még büntetést is szabhattak volna ki Laborfalvi Rózára ezért a dolog miatt. Hát a másik a korkülönbség, a harmadik pedig hát, hogy mégiscsak színésznő volt. És akkoriban még a színészeknek a státusza se volt még rendezett. Tehát természetesen egyik oldalról rajongtak a színészekért, de másik oldalról még azért őknek a társadalmi megítélése önmagában is, most függetlenül attól, hogy volt-e valakinek egy házasságon kívül született gyermeke, meglehetősen kétes volt. Majd aztán a később évszázadokban lesznek ők már ilyen sztárok, többek között Liszt Ferencnek és a többi nagy zseninek köszönhetően, azoknak az oldalvizén jönnek majd föl a színészek is. Na most úgy látszik, hogy Jókai nem tudott botrány nélkül házasodni, a második házassága is botrányos lett, de az miért? Azt kevésbé tartották problémásnak, hogyha korkülönbség van a férj és a feleség között, a férj javára. Na de itt azért óriási a korkülönbség. Tehát azért egy 74 éves ember egy 20 éves hölgyet vesz feleségül, ráadásul ugye az is színésznő, harmadrészt pedig azért a család többek között azért is csinál ebből botrányt, mert hát rögtön fölmerültek a szerzői jogok, tehát ugye a szerzői jognak a vagyonjogi része, hogy ez kiköröklik meg. Ugye itt van a házastárs, abban a pillanatban, hogy ez házasságkötés lett, ő neki erre jogosultsága lett, öröklési jogi jogosultsága lett, úgyhogy hát a család emiatt is volt fölháborodva, hogy egyszer csak megjelenik itt egy fiatal színésznő, és úgymond mindent elvisz ebből a hihetetlen gazdag írói vagyomból. Igen, tehát jogi ügyek is voltak mögötte. Még egy jogi ügy van viszont ebben az időben, ugye bevezetődik a polgári házasság. Nagyjából ebben az időben, amikor Jókai második házassága van, ezt már polgári házasságként kötik-e meg? Ez az egyik kérdés. És hogy miért vezetik be a polgári házasságot éppen ebben az időben? Igen, 1894. évi 31. törvénycikk a polgári házasságnak a bevezetése. Hosszú évtizedek vitáját zárta le ez a törvény, illetve ennek az elfogadása, de még itt is elképesztő nehezen ment át a törvény az országgyűlésen, ugye az alsóházba 128-124 arányba szavazták meg, tehát éppen hogy csak. A főrendi házban pedig magának Ferenc Józsefnek kellett rendet teremtenie, vagyis odaszólni, hogy igenis ezt meg kell szavazni. Hát ugye főleg a katolikus főpapok kózkodtak ez ellen. Attól féltek, hogy ez fölbomlasztja a házasságokat, és hogy túlságosan szabadosság fordul elő, sok lesz a válás, tehát ez a félelem munkálkodott bennük, természetesen nem elvitatva, hogy ennek mekkora nagy jelentősége volt. Köszönöm szépen, mindjárt folytatjuk, például Mikszáth Kálmánnal.
és most egy kicsit a népi kultúráról, mert hogy a népi kultúrában élő esküvői szokásoknak reprezentatív szerepük volt a falvakban. A család gazdagságára utalt például az, hogy hány napig tartott a lakodalom, vagy hogy mekkora volt a menyasszony kelengyéje. Hamar Donát a Szentendrei skanzenben járt utána, hogy mely szokásokat őriz ma is a néphagyomány. Jó napot! Kegyed a menyasszony? Nem! Nem, köszönöm! Jó napot! Kegyed a menyasszony? Nem! Nem maga? Mondja, kegyed a... Napjainkban tavasztól nyárig tart az esküvőszezon, elődeink mégis leginkább ősszel és farsang idején tartották a lakodalmakat, mert hogy ekkor szüneteltek a mezőgazdasági munkák, és volt idő mulatozni. Miért ebben a két időszakban voltak jellemzők a lakodalmak? A paraszti életet elsősorban a mezőgazdasági munka és az egyházi év szabályozta. A farsangi időszak az a kiemelt mulatozásra alkalmas idő, amikor lehetett lakodalmat tartani. Farsang után azonban jön a nagy böjt, és a böjti időszakban tilos mindenféle mulatozás. Ősszel volt még egy kis farsangnak nevezett időszak, amikor szintén lehetett lakodalmakat tartani, viszont amint elkezdődött az advent, ami szintén böjti időszaknak számított, akkor megint tilos volt. Hogy nézett ki egy lakodalom? Hogy kezdődött? A lakodalmi előkészületek azok már hetekkel az esküvő előtt elkezdődtek. Általában állatot vágtak, sertést, marhát, rengeteg csirkét levágtak, és az előkészületekben nagyon sokszor a rokonok, barátok, szomszédok is jöttek segíteni. Összeadták az alapanyagokat, összeadták a munkaerőt, és megvolt annak a határozott rendje, hogy milyen sorrendben kell ezeket az előkészületeket elvégezni. Ugye húsfeldolgozás, aztán jöhettek a sütemények, amik mondjuk nem romlottak meg olyan hamar, és a főzés az volt a legutolsó. Hol szokták a lakodalmat tartani? Egy hagyományos faluban nem volt olyan nagy tér, ahol az egész násznép összegyűlhetett. Sok helyen párhuzamosan folyt a lakodalom a lányosháznál és a vőlegényesháznál is. Itt, ahol most éppen vagyunk, ez a menyasszonyos ház. A lakodalom helyszíne általában a tiszta szoba volt. Ezt kipakolták, a szomszédoktól, barátoktól, ismerősöktől elkérték az asztalokat, székeket. Mindenki hozott edényt, tányért, kanalat, vélet, stb. Mert ugye egyháztartásban nem volt annyi eszköz, ami az egész násznépet kiszolgálta volna. Mint látjuk, az asztalokat óalakban rendezték el, az asztal fölön ül a menyasszony és a vőlegény. Őket az egybetartozásukat szimbolizálva nagyon sokszor muszáj volt egy tányérból enniük és egy pohárból inniuk. Napjainkban ugye a menyasszonyi ruha fehér. Ez mindig így volt? Nem, ez nem volt így. Ezt is gazdasági szempontok határozták meg. Amikor a lány készítette a kelengyéjét, vagy összeállították neki a kelengyéjét, akkor különböző alkalmakra való ruhák is belekerültek. Kötelező volt egy nagy ünnepi, egy kis ünnepi és hétköznapi öltözék, valamint egy gyászruha. A családok nem engedhették meg maguknak azt, hogy egy olyan ruhát készítessenek a menyasszonynak, amit az életben csak egyszer vesz fel. Úgyhogy általában vagy a gyászruhájában ment férjhez, vagy a nagy ünnepi ruhájában ment férjhez, ezért láthatunk például archív fotókon nagyon sokszor fekete menyasszonyt. Az, hogy ő a menyasszony, azt a fején lévő koszorú jelezte általában. Milyen hagyományok övezték a lakodalmakat? A mágikus gondolkodás alapján a lakodalomnak az egész szokásköre arra összpontosult, hogy sikeres legyen a házasság. Ugye ez mind gazdasági szempontból, mind családi szempontból fontos volt. Sok vidéken jellemző volt az, hogy elkötik a menyasszony útját például. Ami azt jelentette, hogy ugye a lány is értéket képviselt, ezért a közösség, főleg, hogyha egy idegen faluba ment férjhez, akkor nehezen engedte el, és amikor elkötötték a menyasszony útját mondjuk egy kötéllel, akkor a vőlegénynek váltságot kellett adnia. Nagyon jellemző volt például a menyasszony kelengyéjének az átvitele.
ugye a mennyasszonyos háztól a vőlegényes házig. Ennek a reprezentatív funkciója volt, ugyanis ezzel mutatta meg a család a gazdagságát. És a legfontosabb, hány napig tartott a lakodalom? Ez főleg a család gazdasági helyzetétől függött. Gazdagabb családokban ugye, a háromnapos lakodalom fogalmát ismerjük. Jellemzően három napig is lagzi, viszont amikor ilyet szerveztek, arra nagyon kellett figyelni, hogy a vasárnapot, az Isten napját, azt elkerüljék. Székely Blanka Torockón a székelyföldi párválasztási szokásokat és esküvői hagyományokat eleveníti fel. Erdély egyik legszebb településén, a Székelykő lábánál fekvő, festői szépségű faluban, Torockón járunk, amely jellegzetes házairól és népviseletéről híres. A falu egyik legfontosabb látnivalója, a Néprajzi Múzeum mindig nyitva áll a turisták előtt. Ide térünk be mi is, hiszen az itt látható, híresen szép népviseletgyűjtemény sokat elárul az itt élők szokásairól és családi állapotáról. Torockón gyakorlatilag az ünnepi viseletnek az esztétikai funkció mellett üzenete is volt. Valóban igen. Tehát a viseletünk amellett, hogy gyönyörű, szép, nagyon színes és nagyon változatos, valóban üzentek a lányok a fiúknak, és ez főleg a mennyasszonyi ruhán látszik a legjobban, ugyanis az is természetesen a legdíszesebb ruha az egész közül. Viszont van egy érdekes dolog a ruhán, a kötény előtt lógó háromszögre fogott diszkendő, ami azt jelentette, hogy a lány még szabad lehetnek udvarolni, ha bal oldalt volt kötve a kötény elé az övbe. Ha középre kötötte a lány a kendőt, akkor azt jelezte vele, hogy ő már foglalt, tehát ő már el van adva. Magát a ruhát felvehette a lány 18 éves korában, akkor is, ha még nem volt vőlegénye. És akkor ezzel így jelzett a fiúk felé, hogy szabad-e udvarolni neki, vagy nem. A mennyasszonyoknak a fején párta volt, és ez a párta, ez tulajdonképpen a fejdísz volt, olyan, mint egy korona a fejen, és ha valaki például nem kelt el, nem ment férjhez olyan 22-23 éves koráig, azonban az időben már vénlánynak számított, és akkor arról finomabb kifejezéssel éltek. Azt mondták a lányra, hogy pártában maradt. És akkor tulajdonképpen az esküvő éjszakáján került a fejre, a párta helyére a főkötő. Gontyolták, és ezzel a gontyolással tulajdonképpen idézőjelbe bekötötték a fejüket. Torockótól egy nagyobb kőhajításnyira 100 kilométerre, a mezőségi Ördöngős Füzesen 1936-ban született Hideg Anna, a népművészet mestere díjas mesemondót, Erdély egyik utolsó adatközlőjét kértük meg, hogy meséljen nekünk. Ezúttal egy igaz történetről, a házasságáról. Hát az én férjem nagyon szép legény volt. Nagyon szépen tudott klarinetálni, kicsi száj muzsikálni, furuljálni, de gyönyörű hangja volt. Szép szállegény is volt, én nagyon megszerettem őt. Én még nem is voltam 17 éves, és ő 23 évvel volt nagyobb, mint én. És elvitték munkaszolgálatra, a Zsillvölgyébe dolgozott a bányába 3 évet. És én elszöktem hazulról, mert az édesapám nem engedett, hogy menjek olyan fiú után, aki nem volt még katona. Hideg Anna 3-szor ment bocsánatot kérni a szüleitől a szökését, de igazából soha nem bánta meg a döntését, és idővel a szülők is elfogadták a választottját. Az én édesapám odaadta volna az egész vagyonát, hogy a zenekarral énekeljünk mi ketten. Azt mondta, ti ketten, mikor énekeltek, annyira találtok, hogy ott más nincs mit keressen. Nagyon szépen tudott énekelni. 63 évi házasságot éltem vele együtt. Szerettem, aki elejétől igaz szívből szeret valakit, az bármi legyen, akármilyen vihar jöjjön az életbe, az kitart egymás mellett, és szereti, szívből szereti, és kell engedni egymás után. Párválasztási és lakodalmi szokások a mezőségi Ördöngös Füzesen.
A témakutatóját, Székely Melinda néprajzkutatót kerestük meg, hogy megtudjuk, milyen párválasztási szokások voltak a vidéken, és mennyire volt gyakori a lányszöktetés. Igazából a század elején a pároknak viszonylag könnyű volt a dolguk olyan szempontból, hogy sem nagy felelősség, sem pedig túl nagy döntési szabadsággal nem rendelkeztek. A mezőség egyik jellemző szokása ezzel kapcsolatban az egyesség volt. Ez úgy tudom, hogy más vidékeken is élő népszokás volt, ami azt jelentette, hogy a házassági szándék bejelentése után a felek családjai találkoztak, és megpróbáltak a gazdasági helyzetről kiegyezni. És hogyha ez az egyesség megtörtént, akkor utána szabad útjuk volt a fiataloknak, tehát nyugodtan házasságra léphettek. Ha viszont nem, és a két család nem tudott ezen a találkozáson megegyezni, akkor ennek voltak ilyen szimbolikus jelei, hogy a pánkót meg a bort kisetették az asztalra, tehát nem voltak szívesen látott vendégek a másik fél részéről érkező szülők, és nem jöhetett létre a házasság. Úgyhogy ezekben a helyzetekben a fiatalok azért mégiscsak a kezükbe vették a saját sorsukat, és ez vezetett legtöbbször a szökésekhez. Ez egy előzetes megbeszélés alapján történő cselekvés volt. A fiatalok, akik a szülők akaratával szemben akartak mégiscsak házasságra lépni, azok megegyeztek, hogy hány órakor, hol, általában valami rejtett kis utcán, ahol nem sokan jártak, találkoztak, mindig sötétedés után. És a fiú az rendszerint gondoskodott arról, hogy egy olyan családhoz vihesse a lányt, akiben megbízott. De ez feltétlenül házas ember kellett, hogy legyen. A házasságban még vannak göröngyök is, nem mindig sima az út, hanem vannak göröngyök is, de aki egymást szereti, közösen átéli azokat a viharokat, amik az életben történnek. És újra megjön az igazi fiatali szerelem, akit szívből szereti egymást. Folytatjuk Horváth Attila jogtörténésszel. Ígértük, hogy mixált házasságról beszélünk egy kicsit. Miért érdekes ez történelmi vagy irodalmi szempontból? Hát mind a két szempontból nagyon érdekes és izgalmas Mixátnak a házassága, különösen azért is, mert ő írt is egy regényt különös házassággal, ami szintén megérne egy beszélgetést. De itt most térjünk vissza Mixátnak a házasságára, ő a saját főnökének a lányát vette feleségül. Ez már önmagában is egy érdekes, ilyen majdnem, hogy ilyen leányszöktetéses történet volt, hiszen ugye a szülők nem akarták hozzáadni a szegény sorsú kezdő íróhoz Mixátot, aki még a jogi tanulmányait se fejezte be, tehát egy ilyen bizonytalan egzisztenciájú ember volt. És hát amikor összeházasodtak, ráadásul a gyermekük is meghalt, akkor olyan nyomorba kerültek, hogy Mixát úgy érezte, hogy ezt ő nyugodt lelkismerete nem tudja tovább vinni. Akkoriban egyébként az egy nagyon erős erkölcsi törvény volt a 19. században, hogy a férnek el kell tartania a feleségét és a családját is jó módban kell, különösen amikor egy nagyobb társadalmi státuszú feleségről van szó. Úgyhogy Mixát úriember volt, és elvált a feleségétől, és 10 évvel később, amikor már sikeres író volt, akkor visszaudvarolta magát, nem adta meg magát könnyen a Maxilona, hanem hosszas könyörgés után állt csak kötélnek, és házasodtak össze újra. És aztán utána végig boldog házasságban éltek a hátralévő idejükben, egészen ugye Mixát haláláig. Mit gondolunk arról, hogy ugye egy ideig azért a házasságok arra is szolgáltak a magasabb társadalmi rétegeknél legalábbis, hogy azért a vagyont meg tudják őrizni, vagy netán gyarapítsák. Ebben az időben, tehát az 1900-as évek fordulója körül, mi történhetett a szerelmi házasságok, gyakoriak voltak-e? Igen, hát különösen azért is, mert azért általában inkább a extrém történeteként szokták mondani azt, amikor nagy társadalmi különbségek vannak a házas felek között. Mivel még a korábbi időszakban is a különböző rendek, különböző társadalmi rétegek azért egy helyre jártak, egy helyen ismerkedtek, úgyhogy nagyon ritka volt a nagy társadalmi különbség a leendő házas felek között. Hát a 20. század az pedig igazán egy ilyen nagy társadalmi kohóként jelent meg, ahol a tömegtársadalomban már kevésbé jelenik meg ez a vagyoni háttér, és különösen a szülőknek a befolyása csökken le ezen a téren. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen.
odaadó szerelem, amely túlélte a monarchia bukását és kitartott a számüzetésben is. Negyedik Károly és Zita, magyar királyné Frigye nem csupán uralkodói családok egyesítése, hanem igazi szerelmi házasság volt, Kassai Kata riportja. Végtelenül szeretlek téged. Találkozunk Jézus legszentebb szívén, mondta negyedik Károly hitvesének Zitának a halálos ágyán. Az utolsó királyi pár sírig tartó szerelme példaértékű volt a 20. század történelmi viharaiban. De ne szaladjunk ennyire előre, ismerjék meg a tragédiába torkollott mesebeli történetet. Károly és Zita még gyermekkorukban ismerték meg egymást. A döntő találkozásra 1909-ben a Franzensbadi fürdőben került sor. Ezt követően két év múlva, 1911. június 13-án jegyezték el egymást, és még ebben az évben össze is házasodtak a pármai család Schwarzaui kastélyában. Zita már ekkor felfigyelt arra, hogy Károly milyen jól bánik a testvér öccsével, tehát hogy ez a családias közeg, a közeli ismeretség hozta meg az első találkozás élményét. Ebben szerepet játszott persze egyfajta pozitív értelemben mondom, hogy kerítés is, hiszen Zita családjának tagjai, illetve Károly családjának műtagjai is igyekeztek arra, hogy a fiatalok lehetőleg közelében legyenek egymásnak. De azt is lehet mondani, hogy kezdetől fogva szimpatikusak voltak egymásnak, és egy szerelmi házasságról beszélünk, tehát a szokásos dinasztikus probléma, hogy igazából érdekházasságok kötetnek kevés érzelmi töltettel, ez az ő esetükben nem volt igaz. Zita édesanyjának és az ő családjának nagyon imponálhatott ez a tervezett frigy, hiszen ugye Károly Európa szerte az egyik legjobb partinak számított, hiszen ő ugye a monarchia trónörököseként Ferenc József, vagy ugye a tervek szerint Ferenc Ferdinánd utódja lett volna. Egy nappal a királyi menyegző előtt Károly így szólt Zitához. Most pedig segítsünk egymásnak, hogy eljussunk a paradicsomba. Jegygyűrűjük be egymás neve mellé a következő idézetet vésették latinul. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Egy másik alkalommal pedig állítólag így vallott Károly. Nem tudom elképzelni, hogy létezik a világon még egy olyan pár, akik úgy szeretnék egymást, mint te meg én. Milyen történelmi jelentősége volt akkoriban egy ilyen királyi menyegzőnek? Károly címe, ugye főhercegi címmel rendelkezett, amelyet a korszakban gyakran hívta a királyi herceg címe. Ezért tehát jogosan beszélhetünk királyi menyegzőről, már csak azért is, hiszen mind a vőlegény, mind pedig az aracsalágy királyi dinasztiának számított. Egy osztrák történész szerint ez volt Európa utolsó nagy esküvője, hát valószínűleg a háború előtti utolsó nagy esküvőről lehetett szó. A helyszín kiválasztása egy szimbolikus volt természetesen, hiszen Schwarzaúban is volt egy kastély a Bourbon-Parmai családnak, tehát Zita familiájának, viszont a maga a kastély Ausztrián belül helyezkedett el, tehát következésképpen szimbolizálta a két dinasztiának a kapcsolatát. Ferenc Ferdinánd az elsődleges, aki ugye Ferenc Józsefet váltotta volna az uralkodói székben, ő rangon alul házasodott egy cseh nemesi családnak, egy nagyon ősi nemesi családnak a tagját vette feleségül, de ez az esküvő ez nem volt megfelelő a császári udvarban, ezért ugye az ő örököse, az ő gyermekeik nem örökölhették a trónt, így lépett elő következő trónörökös jelöltként ugye Károly. A pár 14-ben válik trónörökös pár, amikor meggyilkolják Ferenc Ferdinándot és feleségét, majd pedig 1916. novemberében lesznek osztrák császári pár, és december 30-án kerül sor néhány száz méterre a magyar királyi koronázására Károlynak. 1916-ban retrospektív módon válik még érdekesebbé ez a 11-es esküvő, hiszen az akkori sajtóbeszámolók rendre kiemelték 1911. október 21-ének az eseményeit. Tehát míg úgymond mondhatjuk azt, hogy magának abban az évben viszonylag kevés sajtó visszhangja volt, hogyha most ahhoz viszonyítom, hogy mi volt például a koronázásnál Károly esetében, de így visszatekintve fontosabbá vált még inkább ez az esemény, aminek ugye későbbi rangját és szimbolikáját megerősítette a Vatikán is 2004-ben, amikor Károly boldog elvatása során a szokásától eltérően nem Károly halálozásának dátumát, tehát április 1-jét választották emléknapjául, hanem október 21-ét a házasságkötésének napját, amivel
Igazság szerint nem csak a házasságnak a kötelékét próbálták kiemelni, hanem Károly Péles családi életét is. A korabeli lapok mindegyike beszámolta az eseményről, és azon versengtek, hogy ki tud még érdekesebb tudósításokat, vagy még inkább érdekes kulisszatitkokat megtudni az esküvőről. Előző nap, október 20-án is voltak már események, ahol főleg a helyieknek a köszöntését érdemes kiemelni, akik fáklyás menetet szerveztek, kórusüneklés is történt, illetve a királyi pár tiszteletére egy repülőgép is megjelent Schwarzau fölött, sőt egy léghajó is tiszteletét tette. Nagyon fontos volt, hogy a menyasszonynak elkészüljön az esküvői ruhája, és elkészítsék a kelengyéit is. A monarchia köreiben, illetve az uralkodó család köreiben szokás volt, hogy a főhercegnőknek a kelengyéit bemutatták a közönségnek, és ez egy hatalmas felvonulást és nagy seregszemlét jelentett. Ugye itt több száz darabból álló kelengyéről beszélhetünk. A menyasszony kelengyéjének része volt az asztali fehérnemű is, talán kicsit frivolnak tűnik napjainkban, de a fehérneműjét is megtekinthette a közönség. Erről a monarchia beli lapok részletesen beszámoltak. Zitáról egyébként ismert, és a fényképek, filmfelvételek is erről tanúskodnak, hogy egy nagyon jó ízlésű, de finom, visszafogott, és egyáltalán nem pazarló vagy hivalkodó öltözködési stílusa volt. Mária Józefa főhercegnő egy brilliáns melltűt, Ferenc Ferdinánd pedig egy rubinokkal ékesített gyémántgyűrűt ajándékozott az ifjú arának. A legszemélyre szóló nász ajándék kétségtelenül az udvari karmester által komponált Zita keringő volt. Magára a szertartásra dél körül került sor. A schwarzaui kastélyban, a kápolnában, ez a kastély, ez a menyasszony családjának a nyári rezidenciája volt, és a kastély kápolnát, akár csak a kertet, a kastély többi részét felújították, kibővítették. Ismerjük például, hogy a padokat székekre cserélték, hogy minél több vendég elférjen és tanulja lehessen ennek a szép szertartásnak, ami egyébként francia nyelven zajlott. Új korszakban voltunk már abban a szempontból, hogy a vendégek többsége automobilon, tehát gépkocsin érkezett az esküvő színhelyére, milyen novumnak számított akkoriban. A legnagyobb érdeklődést természetesen Ferenc Józsefnek, a császárnak az érkezése váltotta ki. Ő külön vonattal érkezett délelőtt 11 órakor. Ez a ragyogó tündéri nász egy romantikus szerelmi regény boldog befejezése, írta a Budapest című lap 1911. október 22-én, a menyegző másnapján. És bár az esküvőt nem itt tartották, és a későbbiekben is csupán néhány napot töltött itt a királyi pár a budavári palotában, évekkel később a koronázásra itt, illetve a Mátyás templomban került sor. Mi jellemezte leginkább házasságuk 11 évét? A mély keresztény hit és a kölcsönös bizalom. Fontos azt látnunk, hogy Károly egy működésképtelen családból érkezik, tehát egy nagyon rossz példa volt az, amiben ő felnőtt, egy nagyon rossz házasságnak lehetett a tanúja. Az édesapja és az édesanyja talán soha nem is szerették egymást. Az a fajta ellentét és bizalmatlanság, ami ebben a házasságban uralkodott, az egy elrettentő példa volt a fiatal Károly számára, és a házastársa kiválasztásában nagyon fontos szempont volt, hogy egy mély szimpátia, egy kölcsönös bizalom, és mindennek az alapjaként a közös vallás, a közös elmélyült hit jelen legyen ebben a kapcsolatban. Királyi pár a paradox vonal számizetésben tudott élni, hiszen ekkor mentesültek az uralkodói kötelezettségek alól, megszűntek az állandó audienciák például, illetve az uralkodásáról adminisztratív teendők. És így például Habsburg Otto és testvérei ezt rendre kiemelték, hogy míg a háború folyamán kevesebbet látták szüleiket, addig a számizetésnek Svájcban volt egy ilyen pozitív konnotációja, hogy több idő jutott a családra. A családnak és a keresztény egyháznak a támogatása, a karitatív cselekedetek voltak számára nagyon fontosak. Tehát mindkettejüket jellemezte ez a mély emberbaráti érzés és a szociális érzékenység. A Szentatyától nász ajándékba kapott rózsafüzért Károly élete végéig magánál tartotta, csak úgy, mint Zita a Károlytól kapott gyöngy sorát.
Házasságuk 11 éve alatt 8 gyermekük született. Odaadó szerelmű kitartott a számüzetés alatt is egészen Károly haláláig. Ezt követően Zita több mint fél évszázadon át gyászruhát öltve nevelte közös gyermekeiket és ápolta férje emlékét. Ez volt mára az M5 História. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!